A Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Tavaly a szelektív hulladékgyűjtők körében összesen 67 tonna beszállított nejlontasakot mért, de az emberek többsége még mindig nem válogatja szét a szemetét, így a kidobott nejlonzacskók súlya a becslések szerint ennek a mennyiségnek a 10-szerese lehet. Vagyis a szegediek majdnem 700 tonna zacskót és nejlonszatyrot dobtak kukába az elmúlt évben. Fólia, nejlontasak, PET-palack, ez csak néhány azon műanyag típusok közül, amiket a hulladéklerakó munkatársai nap mint nap két műszakban válogatnak és különböző fajtákra osztanak. Még a szelektált hulladékot is tovább válogatják. Látható, hogy ezekbe a boxokba leesnek, lehullik az a hulladék, az a egységes hulladék, ami később a felhordó szalagon keresztül a bálázógépbe kerül, és ott különböző méretű bálák alakulnak belőle, és később az értékesítésre kerül. Bár néhol olvasni lehet arról, hogy létezik lebomló műanyag, ez tévhit, a természet sosem lesz képes lebontani ezt a mesterséges anyagot. Éppen ezért 2005 óta termékdíj korlátozza az ilyen anyagok felhasználását, ami a nejlonzsákokra és minden műanyagra érvényes. A gyártók tehát csak e díj ellenében vásárolhatnak és használhatnak fel műanyagot, de mi vásárlók is megóvhatnánk környezetünket egy kis odafigyeléssel. Többször használatos zsákot lehet most már kapni, lehet hozzájutni olyan kis tasakokhoz, amik a műanyag zsákot saját magába tudja visszatömni, így hát zsebre lehet vágni, be lehet tenni a táskába, néhány gramot nyom az egész, és föl lehet szerelni az autót, nekem is az autómban általában 5-10 ilyen többször használatos kis tasak van. Ez addig is jó megoldás lehet, amíg Magyarországon be nem tiltják a nejlonzacskók használatát, mint tették ezt nemrég Franciaországban. Az Európai Unió szeretné csökkenteni a tagországokban a kidobott zacskók mennyiségét. Ha hazánk ezt elfogadja, a 2018-tól már nem kaphatunk ingyen műanyagszatyrot a boltokban. Nagy-Britanniában már mindenhol fizetni kell a zacskókért, ezért sokkal kevesebb is fogy belőlük.